memóriát úgy kell elképzelni, mint egy könyves polcot. Rajta egy csomó könyvvel. A könyves polc a memória, a könyvek pedig az emlékek. A könyves polcnak a felső polcán lévő könyvek, azok a jelen pillanathoz közeleső emlékek, tehát a rövid idejű emlékek, hogy mit reggeliztünk, hogy mi volt rajtunk tegnap, hogy merre voltunk tegnap, ez a rövid idejű emlékezet. És ahogy lejjebb megyünk, egyre távolabbi emlékeket jelentenek a könyvek, és a könyves polc legalján vannak a gyerekkori, legjobban berögződött emlékeink. Na most úgy kezd el a memóriavesztés, úgy kezdődik, hogy a könyves polcnak a legfelső polcáról leesik egy könyv. Elfelejtettük, hogy mit ettünk reggelire. Aztán leesik még egy. Bevettem a gyógyszert. Aztán leesik még egy. Elfelejtettem fölvenni a ruhámat. Pizsamában vagyok. És elkezdenek potyogni ezek az emlékek, és az emlékezetvesztésnek a sorrendje, az pedig föntről megy lefelé. Elfelejtettem, hogy bevettem a gyógyszeremet, de emlékszem, hogy anyukám 3 éves koromban a pöttyös szoknyámat hogy adta rám. Mert a hosszú idejű emlékezet, a hosszú távú emlékezet, az nagyon sokáig megmarad. És az előre haladott Alzheimernek az egy tünete, amikor már az sincs. Akkor már teljesen elveszett a világban az illető, mert akkor már egyáltalán semmilyen emléke nincs, és csak van. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, én Kollár István vagyok, és hát én készítettem az Alzheimer filmet, és mivel most a vírushelyzet miatt nem tudjuk járni az országot sem a filmmel, sem az azt követő beszélgetésekkel, meg információ átadásokkal, ezért azt találtuk ki, hogy így az online lehetőségeket kihasználva így jutunk el Önökhöz, és szerintem ez a több részes sorozat talán mondhatom, hogy most érte el az egyik csúcspontját, mert hogy a mai adás lesz a leggyakorlatiasabb, legpraktikusabb, talán az, amit leginkább Önök is várnak, meg a legtöbb kérdés is erre irányult, és én borzasztóan örülök. Szia, hogy itt vagy velem. Szia. Mert végre összehoztuk. Végre összehoztuk, igen. Okay. Fehér Zita a mai vendégem, aki, hát hogy mutassalak be, egy olyan ember, aki mindent tud az ápolásról, nem? Vagy ez hogyan? Ez picit túlzás, de az biztos, hogy 13 év gyakorlat van mögöttem, és hát nagyon szívesen átadom azt a tudást, ami ez alatt felhalmozódott bennem. Mert úgy gondolom, hogy olyan tudást tudok átadni, ami a leginkább a mindennapokban használhatók, amit nem az orvosok fognak elmondani, tulajdonképpen senki nem fog elmondani, hanem te, ápoló, aki 24 órában ezzel foglalkozol, tudsz belőle profitálni. De a te Angliában űzöd ezt a szakmát, vagy nem tudom, szakma? Igen, ez hát hivatás, nem is tudom. Küldetés? Nem, szakma. Igen, Angliában csináltam, reményeim szerint múlt időben. Erről majd még beszélünk, igen. Igen. Más Angliában, mint itthon? Hát a betegség az nem más, természetesen. Talán egy picit előrébb tartanak a betegség felismerésében, meg a szociális hálózat fejlettebb, több pénz van. De hát a betegség az az, ami ott is. Ott is teljesen ugyanaz. Teljesen ugyanaz. Jó. Láttunk egy kis interjú részletet itt a kezdésnél, a te könyvespolcos példádat, ami hát szerintem nagyon jól prezentálja, vagy reprezentálja azt, ami ez a betegség, vagy ahogy zajlik. Volt egy nagyon jó mondatod itt az adás előtt, és azt mondtad, hogy ma ne sírjunk, ríjunk, hanem gyakorlati dolgokban, tehát hogy oldjunk meg bizonyos szituációkat. Ugye igen. Ez a... Én azzal a szándékkal jöttem, hogy én nem akarok beállni abba a sorba, hogy azon sírunk és szomorkodunk, hogy ez mennyire rossz, és mennyire nehéz, és mennyire nincs segítség. Ugyanis ez nem visz előre, hanem azt szeretném a mai napon elérni, hogy egy kicsit ti, akik nézitek, megértsétek, hogy mi van a betegségnek, mi van a demens viselkedés mögött. Mert hogyha megérted ezeket a mozgatórugókat, akkor ez ajtót nyithat arra, hogy jobban reagálod le.
És nem állsz olyan értetlenül azelőtt, hogy de most apám tényleg miért csinálja ezt? El fogom ezeket mondani. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy, a 24 órás ápolásban egyszerűen annyi stresszes szituáció van. Egyik éri a másikat. És erre szeretnék majd egy-két gyakorlati tanácsot mondani, amit te otthon, te ápoló, meg tudsz csinálni a gondozottaddal, és lehet, hogy lesz 5 jobb perced. Vagy egy kicsit azt érzed, hogy na, egyel kevesebb probléma, mert abból a probléma tengerből egyet meg tudok oldani. Körülbelül ez lehet a mai napunk célkitűzése. Okay. Kezdjük a legelején, mert arra vonatkozóan is jött kérdés, hogy indul ez a betegség? Vagy egyáltalán, ugye itt nyilván az ápolásnak a fokozatai, tehát hogy először elfelej dolgokat az ember. Láttuk, vagy hallottuk a könyvespolcos példánál, hogy igen, esnek ki a rövid idejű emlékek, stb. Volt olyan kérdés itt Facebookon, hogy az elején tartunk, és ő teljesen ledöbbent, a Menyhárt Miklós doktor úr, múltkor a Tekler Judit kapcsán, hogy Szent Isten, ide fogunk eljutni? Uh-huh. Hogy oda fognak eljutni? Tehát mindig mindig oda fognak eljutni, attól függően, hogy meddig él a beteg, maga a betegség az oda fog eljutni. És hova? Tehát egy picit így a fokozatokat, hogy a mi a legnehezebb, vagy ez egyre nehezebb? Tehát ahogy... Ez egyre nehezedik, ugye 3 stádiumra szokták felosztani, de ezek csak a könnyen megértés szolgálják, ezek nem ilyen dobozok, hanem így átúsznak egymásba a stádiumok. Tehát a kezdeti stádium az általában azzal jár, hogy mondjuk feledékenyebb az illető, kicsit rosszabb kedvű, egy kicsit olyan öregesebb, de ezt még igazából a kezdeti stádiumban ő még el tudja titkolni a betegségét, és még a környezet sem úgy veszi ezt, hogy beteg, hanem hát egy kicsit habókos, meg öregszik, meg feledékeny. Tehát a kezdeti stádium az még azért egy élhető stádium. Most amikor átúszik a kezdeti stádium a középstádiumba, akkor kezdődik az igazi nagy kaland. Ugyanis a középstádium az egy először is a leghosszabb, az akár 5-10 év között is eltarthat, ez nagyon hosszú. Másrészt pedig ez a legösszetettebb. Tehát ahogy halad a betegség előre, egyre több probléma, egyre bizarrabb szituációk kerülnek napvilágra, és a gondozó egyre tanácstalanabb. És mik ezek? Csak hogy ilyen konkrét példa. Most... El fogom neked mondani, amikor majd a hátteréről beszélek, de körülbelül azt kell a középstádiumról, hogyha egyet szeretnék kiemelni, akkor az lenne a legjellegzetesebb, hogy a beteg nem tudja, hogy mit csinál. Mit jelent ez? Először is mit jelent az, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk? Az, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, az azt jelenti, hogy a cselekvéseinket egy rendszerbe tudjuk látni. Tehát mondjuk... Ha kimegyek az ajtón, annak van egy oka és egy célja, el kell mennem a bankba. Tehát ez a lényeg, amikor tudjuk, mit csinálunk, hogy tudjuk helyes sorrendbe tenni a cselekvéseinket, tudjuk a cselekvéseink, fel tudjuk mérni a következményeit, a szavaink súlyát, tudunk a mindennapokban viselkedni, tehát ez az, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk. Amikor elkezdődik az, hogy nem tudja, hogy mit csinál, akkor például kimegy az ajtón, de nem tudja, hogy miért. Elmegy a boltba, beleteszi a kosarába a cuccot, és akkor nem tudja, hogy most mi van, és nem fizeti ki. Ezt jelenti, hogy nem tudja, hogy mit csinál. Aztán veszélyhelyzetek is adódhatnak, mert nem tudja például, hogy mit csinál, és nem kapcsolja ki a vasalót. Uh-huh. Tehát ezek erősödnek a középstádiumban, és ahogy ezek erősödnek, nyilván a gondozási igények is egyre változnak, és egyre összetettebbé válnak. Egy picit a gondozásról, hogy ugye mindenki azon örlődik, hogy intézet, vagy otthon. Nyilván ezeket józan észre is fel lehet mérni, hogy melyiknek milyen következményei vannak, akár anyagi, akár lelki, akárhogy. Ezt Angliában máshogy csinálják, mint nálunk? Mert nálunk én azt hiszem, hogy egyrészt nagyon kevés az intézeti hely. Ugye, én úgy látom, plusz nem mindenki tudja megengedni magának, mert azért ezek súlyos anyagi terhek a családnak.
kint nyugaton ez nyilván egy picit könnyebb, bár arányítva nem biztos, nem? Hát persze, társadalmi feladat is, pénzigényes, igen, Angliában talán több az otthon, meg egy jobb az anyagi helyzet általában véve. Tehát őszintén szólva az intézeti elhelyezés is olyasmi, ami egy bizonyos határ után már indokolttá válhat. De én nem is annyira ezt gondolnám, hogy most mi a jó, hogy intézet a jó, vagy otthon a jó. Inkább azt gondolom, hogy azt a megoldást kell megtalálni, amivel a lehető legkevesebb kár keletkezik. Azt gondolom, ha ez az intézet, akkor az. Ha az otthon ápolás, akkor az. A kár a hol? Hát a kár az leginkább a környezetben. Tehát ez sokkal inkább a környezetbetegsége, mint magáé az emberé. Tehát a családi dinamika teljes felbomlása, a pénzügyek, az, hogy valakinek fel kell adni az állását, hogy ez milyen hatással van a család többi tagjára, tehát ha mondjuk, amit tegnap beszélgettünk erről, ha én azt mondom, hogy választanod kell a gyereked és a 89 éves demens szülőt között, borzalmas, nehéz választás, de hát van jogod azt mondani a fiadnak, hogy kisfiam, megfosztom magamat tőled, mert a dédinek nagyobb szüksége van rám? Ez egy nyitott kérdés. Tehát azért nagyon sokban attól is függ, hogy az illető személy hogyan viszonyul ehhez az egészhez. És az otthonápolásnál hol látott te a problémákat? Én... És most nem az ápoló. Mindenhol. Jó. Jó. Úgy értem, hogy tehát megfelelő szaktudása van egy hozzátartozónak? Természetesen nincs. Nincs. Nincs, én azért is jöttem, hogy most egy kicsit mögé tekintsünk a betegségnek, és egy teljesen más szemszögből világítsam meg, mint ahogy az eddig elhangzott. Úgyhogy szerintem térjünk is rá. Vágjunk bele a gyakorlati részébe. Két részre szeretném felosztani. Az egyik az elméleti része lesz. Elmondom, hogy mi van a demens viselkedés mögött. Miért viselkedik úgy? És aztán utána majd egy kis gyakorlati bemutatót is tartunk, mert összebeszéltünk. És akkor mit gondol egy demens, vagy ő hogy éli meg? Na, hát ahhoz, hogy ezt az egészet egy kicsit jobban megértsük, indítsunk hátulról, jó? Indítsunk egészen. Okay. Egészen az alapoktól, tehát hogy mi a demencia? Hogy általában azzal szokták ezt azonosítani, mindent elfelejt. De ma pont a memóriavesztésről nem fogunk olyan nagyon sokat beszélni, másról beszélünk. A demencia egyébként, hogyha egy szóval akarjuk mondani, akkor mondjuk a vese elégtelenség hatására alkottam egy szót, és azt mondtam, hogy ez agy elégtelenség. Agy elégtelenség. Tehát az agy leépül. Most ez miért olyan nagyon fontos? Hát azért, mert az agyunk az a központi számítógép, ami mindent irányít. Mindent. A mozgást, az értelmi funkciókat, az érzelmeinket, a gondolatainkat, mindent. Most, hogy nehogy agysebészetbe menjünk itt bele, kettő dolgot szeretnék kiemelni az agy működéséről. Jó? Kettőt fogunk kiemelni. Az egyiket úgy hívják, hogy limbikus rendszer. A limbikus rendszer a következőt csinálja, hót egyszerű idézőjelben, szóval egy nagyon buta rendszerről van szó, azt mondja, hogy egyél, igyál, szaporodj, és veszély van. Aztán kész, ennyit tud. Olyan, mint egy elefánt. Nagy, buta, sokáig velünk van, ez halálig megmarad. Na most, hogyha veszélyt érzékel a limbikus rendszer, akkor azt mondja, hogy István, veszély van, üss vagy fuss. Ez a limbikus rendszer. Na most, van egy másik szervünk, ami ennek az egésznek a kontrolláló szerve, hiszen nem üthetsz, amikor csak jól esik. Úgyhogy játszunk egy picit, jó? Játszunk egy picit. Benne vagy? Persze. Következő lenne a kérésem. Figyelj, van egy problémád, és már két napja gondolkozol rajta, és nem jössz rá a megoldásra. Nem jössz rá. Tudod, hogy egy valami hiányzik. És én fölhívlak téged telefonon, és a telefonbeszélgetésben azt mondom, hogy figyelj István, hát ez a megoldás. Mi lesz a reakciód erre? Akkor úgy rájössz valamire. Hát mondom azt, hogy de jó, hogy... Igaz? Ide csapsz? Miért? Miért a homlokodra csapsz? Hát orrba nem akarom ütni magam. Nem, így szoktuk. Így szoktuk. Ez a helyes válasz különben,
hogy nem tudod, miért oda csapsz. Azért ide csapsz, és azért nem tudod, mert ez egy ösztönös tudás arról, hogy itt lakik az értelem, a megértés. Ja, hát megértettem. Itt a homlokunk mögött lakik az az agyterület, amit úgy hívnak, hogy homloklebeny, és ez az agyterület az, ami a teljes személyiséget alakítja. Ez az István, meg ez az Ita. Annak az oka, hogy mi most ketten itt tudunk ülni, mert megszerveztük, mert megbeszéltük, mert felé lett az igény, és így tovább, meg most tudunk viselkedni egymással, az azért van, mert mind a kettőnknek reményeink szerint jól működik a homloklebenye. Tehát ez az a funkció terület, ez az agyterület, ami ezeket a hétköznapi funkciókat, a döntést, a szervezést, a cselekvést, az emberek közti viselkedést, ezeket mind a teljes személyiséget alakítja. Alakítja és kordában tartja. És kordában tartja. És szabályozza a limbikus rendszert. Tehát amikor te nagyon szeretnél azt mondani, hogy most már aztán elég volt, de nem teheted meg, mert olyan helyzetben vagy, akkor a homloklebenyed azt mondja, hogy István, nem, viselkedj. Tehát ez a teljes szabályozó rendszer. Na most, még két dolog lakik itt. Az egyik az az, hogy nagyon sok egyébként, csak egyszerűsítek, szóval még két dologról beszéljünk. Az egyik az az, hogy ha jól működik a homloklebenyed, akkor tudod szabályozni az indulataidat. És tudod késleltetni a vágyaidat. Tehát, amikor a 3 éves kisgyerekünk leveti magát a boltban, a földbe, földre, és ordítva, sikítva magánkívül követeli a csokit, az azért van, mert még nem alakult ki a homloklebenye, és még nem tudja az indulatait szabályozni. Majd ki fog neki. De akkor még nem. Illetve még egy nagyon fontos az az, hogy bele tudod tenni magad egy másik ember helyzetébe. Nézőpontot tudsz váltani. Tehát empátia? Empatikus tudsz lenni. Ez egy két nagyon fontos dolog, ha belegondolsz, a társadalomban való viselkedés szempontjából. Mert csak így tudunk létezni. Na most, hogyha ezek a funkciók leépülnek, és demenciában leépülnek, akkor gyakorlatilag szétesik darabjaira a személyiség. És ez a válasz a kérdésedre, hogy mi várható ez. Hiszen le fog épülni a homloklebeny, az értelmi funkciók teljesen eltűnnek, tehát hiába beszélsz neki, egy üres dobozhoz beszélsz, és még hozzájön a memóriavesztés, hogy ha netán megérteni, is elfelejti 2 másodperc múlva. És ezért van az, hogy tulajdonképpen, hát ezért pszichiátriai betegség, mert ugye a viselkedés változik, tehát magyarul beszól olyat, amit... Például. Nem az, hogy nem komolyan gondol, hanem nincs gát, nincs gát, kontroll. És milyen olyan, te azért sok mindent megértél szerintem így a, az évek alatt, hogy, hogy mi az, ami a leggyakoribb, meg mi az, ami a legdurvább ilyen szituk? Mi az, ami... Ezekre azért nehéz válaszolni, mert ugye ezek attól függenek, hogy ugye a betegség hogyan halad előre, pont milyen nagy területek és funkciók épülnek le, illetve attól is függ, hogy az illetőnek milyen volt előtte az egyénisége. Tehát egyén függő? Vagy egy igen, utáni, egyén tehát függő nem ugyanolyan lesz mindenki. Van, aki agresszív, van, aki nem? Igen, igen. Tehát vagy mindenki ez... agresszív, csak nem ugyanannyira? Vagy ez hogyan... Hát nagyjából azért azt lehet elmondani, hogy ha elég hosszú ideig él, akkor nyilván az demencia összes tünetét hozni fogja, leegyszerűsítve. Tehát azért ez nem egészen így van. Tehát azért a demens is pont ugyanolyan ember, mint mi vagyunk, és pont ugyanolyan különböző karakter. Van, aki, van, aki agresszív, igen, és van, aki egyébként hódbékésen el van a saját világában. És a kettő között is van egy csomóféle variáns. A legtöbb kérdés egyébként pont az agresszivitásra kapcsolatos. Most nem olvasom föl, mert mindenki a maga dolg, de ezzel kapcsolatos. Ezzel kapcsolatos, mit igen. Mit csináljon, mert agresszív. Igen, én is azt láttam, hogy az a fő vonulat, hogy mit csináljak anyámmal, hogy ne, hogy mert ellenem, mert makacs, mert csökönyös, mert agresszív, stb. Úgyhogy induljunk el onnan, hogy nézzük, hogy miért történik meg ez. Ugye, hogyha... Tehát arról van szó, hogy ugye az értelmi funkciók leépülnek. De azért azt nagyon fontos tudni, hogy a nonverbális jelzéseknek az értése
az meg megmarad. Itt egy picit tegyünk egy kitérőt, hogy mi az, hogy nonverbális kommunikáció. A nonverbális kommunikáció az az, amit minden anyuka tud, mert a kisbabájával nonverbális módon kommunikál, eszünkbe se jut egy 8 hónapossal információt közölni. Azt akartam mondani, igen. Igaz? Hanem a hangunkkal, a vakarásszuk, meg puszilgatjuk, meg a tapintással érünk el hozzá, és soha nincs félreértés a kisbaba és az anyuka között. Tehát egy tökéletes kommunikációról van szó. Ez a nonverbális kommunikáció. Na most ezeket a típusú nonverbális jelzéseket, tehát amik nem a szavak világa, hanem ilyen más csatornákon, nonverbális csatornákon érnek el hozzá, ezeket a demens tökéletesen érti. Tökéletesen érti. Ez ugyanis annak a bizonyos beszélgetés elején említett elefántnak, a limbikus rendszernek a feladata, hogy ezeket értelmezni tudja, és ez megmarad velünk életünk során, egészen életünk végéig. Bocsánat, ezért fontos az érintés például? Nem akarok előre haladni, mert majd nyilván mondod, csak fontos, hogy... Ezért is fontos, így van, hiszen ez nem verbális csatorna, hanem az egy tapintás alapú, tehát nonverbális csatorna. Pontosan nagyon jó volt a kérdés. Na most, hogyan is jutunk el? Tehát nonverbális kommunikáció. Tehát ez a lényeg, hogy hiába akarok én a demenssel akár ordítva is megértetni valamit, hogy hát nem emlékszel, papa, hát már 80-szor mondom. Nem fogja meg. Nem fogja. Uh-huh. Se. Itt nem működik az értelmi része, a homloklebenyése, a memóriája, semmi. Hanem csak azt fogja érzékelni, hogy itt van egy ilyen ordító valaki, aki agressziót vált ki belőlem, akitől feszült vagyok. És ezt a feszültséget fogja a demens lereagálni. Lehet, hogy így. Uh-huh. Lehet, hogy kiabálással. Lehet, hogy nyugtalansággal. Lehet, hogy bocs, de leköp. Tehát... Uh-huh. Valami módon a nonverbális külvilágból jövő jeleket fogja a maga módján lereagálni. És hogy mit lehet ezzel tenni? Hát ugye a szokásos módszer az az, hogy a külvilág az elkezd hozzá beszélni, lehetőleg minél hangosabban, mert azt gondolja, hogy akkor majd megérti, hogyha minél jobban ordítunk igen, vele. Ez is tipikus. Tehát ez tipikus, igen, igen. Nem lehet ezért egyébként hibáztatni senkit. Meg ugye ismételjük ugyanazt, hogy de papa, hát 50-szer megmondtam. És akkor mi van? Hát ha nincs emlékezete, akkor akárhányszor mondhatod. Tehát az a probléma ezzel, hogy ezek a verbális csatornák, amiket a hétköznapokban működtetünk, ezek a demenssel megszűnnek. Nincs semmilyen hatása. Totális vakvágány. És akkor ott áll a gondozó, akinek 24 órában meg kellene oldani a napi feladatokat, de nem ér el semmi módon a papához. És ez borzasztó frusztráció. Úgyhogy akár le is léphetünk erről a vakvágányról, és de próbáljuk meg... nagyon nehéz, nem? Nagyon nehéz. Tehát most, bocsánat, tehát igen? Ott van velünk szemben a szüleink, nagyszüleink, így van. Stb. Így van. Akivel egy életen át végig beszélgettünk. Igen. És most elkezdi nem érteni. Igen. A legegyszerűbb, az igen. A gyere fürdeni, gondolom ez ilyen igen. Tipikus. Hogy az ember nyilván ideges lesz, nem? Tehát azt igen. Hiszi először, hogy szórakozik a másik. Igen. Tehát, hogy... Igen. Most, hogy megemlíted, okay. Hogy azt hiszed, hogy azt hiszi, hogy szórakozik, nagyon gyorsan szögezzük le, hogy ahhoz, hogy a papa hazudjon, szórakozzon, direkt csinálja, ahhoz működnie kéne a homlok lebenyének. Hát épp az nem működik pont neki. Nem. Hát gondolj bele, ahhoz, hogy én mondjuk neked hazudjak, akkor először is ki kell tervelnem. Utána gondom kell, hogy legyen rá, hogy nehogy kiderüljön. Meg kell szerveznem, hogy ugye minden passzoljon a hazugsághoz. Ez egy nagyon komoly agyi munka. Erre ő nem képes. Hanem az történik, hogy az agya ad neki valamilyen parancsot, és abból a maradék, azzal a maradék agyműködéssel, ami még van neki, valamit megpróbál a külvilágból összeszedni. Eltűnt a pénz, hát akkor elloptad. Tehát ő azt a kerülő utat, hogy figyelj, az a pénz itt volt, aztán betettem a bankba, aztán utána nem tudom, mit csináltam, és most azért nincs, de különben megvan a pénzed, de nem látod, de hol? Tehát nem ezt érti. Már nem rakja össze. Nincs ott a pénz, elloptad te, mert te vagy itt minden nap. És akkor te azt fogod mondani, hogy a papa vádaskodik. Dehogy vádaskodik, hát nem tud vádaskodni. Nem csak egy lépésben, hanem csak ezt rakta össze, így van, ezt rakta össze az a maradék agyműködése, amiből ő még gazdálkodni tud. Tehát te, amikor azt mondod a papának, hogy elkezded érvelni neki, ugye ide beszélsz, ami igen. Már nincs. Elkezd, papa, itt se voltam. Most képzeld el, hogy ez a mondat, hogy itt se voltam, ehhez emlékeznie kéne, nincs neki.
az időben el kéne tájékozódnia, mert múlt kedden történt, fogalma nincs, hogy mi az, és ilyen olyan kapcsolódásukat összehozni, hogy azt kéne, gondolod, hogy azt mondja, hogy ja, jó van, kisfiam, akkor tudom, hogy nem te voltál. Á, ezeket mind a homloklebennyel kéne megcsinálni, nincs neki. És akkor mit mondjunk? Hát igen, szóval, igen. Hogy mit csináljunk? Mert ugye odáig eljutottunk, hogy ezt ne, de mit igen, hát ott állunk tanácstalanul. Na most azt szerintem nagyon fontos megérteni, hogy ezért a demens viselkedés mögött bármennyire logikátlannak tűnik nekünk, mindig van oka, annak mindig van oka. Most egy FBI ügynök képességeire van szükség ahhoz, hogy felderítsük, hogy de mi az az ok? Fel lehet? Hát fel lehet. Fel lehet azért, hogyha az ember egyrészt figyeli a beteget, másrészt összeszedi az információt, amit csak tud, harmadrészt meg... Hát ismeri. Meg hát ismeri, igen. Akkor azért nagyon sok mindent fel lehet deríteni. De hagy ajánljak egy olyan dolgot, és most térjünk rá a válaszra, az agresszív, csökönyös, nehezen kezelhető, semmit nem akar csinálni típusú szituációknak a, hát nem megoldására, csak egy ilyen köztes lépést, hogy beiktassunk. Tehát, hogyha benne vagy megint egy játékban? Én minden. Kinevezünk téged. Nem tudom, hogy társasozunk téged. Vagy... Nem, okay. Izgalmasabb lesz. Kinevezünk téged a papának, jó? Jó. Jó, tehát mondjuk, hogy ez a szituáció, hogy te ott békésen ülsz a kanaprédon, és nagyon jól el vagy a kis világodban 1932-ben, de hát meg kéne fürödni. Most nyilván neked ez az igény nem fog felmerülni, mert az igények felmerülése is itt lakik. Szerinted teljesen jó a világ úgy, ahogy vagy. És akkor én, mint gondozó, azt mondom, hogy papa, most már tényleg meg kell fürödni, nem lehet melletted megmaradni. Na most. Én nyilván nem indulok el. Te nem fogsz elindulni. Ez nyilvánvaló. Te tök jól vagy a 2 hete hordott ruhádban. Semmi problémát nem látsz ebben. Na. Tehát én vagyok a gondozód, mondjuk a feleséged, vagy a lányod, és azt mondom, hogy papa, el kell menni fürödni. Gyerünk. Papa! Nem fog semmi történni. Semmi nem fog történni. Meg semmi az égvilágban. És akkor azt mondom, hogy na most már aztán elég legyen. Ide figyelj, papa, most aztán én már tényleg maradj ott, igen. Jó. És ide jövök, és föléd magasodok, bemászok a személyes szférádba, és azt mondom, hogy papa, most már aztán tényleg elég legyen, és megfoglak és elrángatlak. Hogy fogod magad érezni? Hát nem jól. Nem jól. Eleve az, hogy én így föléd magasodok, már így az milyen? Igen. Hagyjál már békén. Na most, mit mond a papának az az elefánt része az agyának, a limbikus rendszer? Veszély azt mondja van. Neki, hogy veszély, papa, üs vagy fuss. És akkor leütlek. És lereagálja, hát, és leüt. Hát így lesz agresszív. És leüt. Mert lereagálod azt a helyzetet, amit az agyad neked parancsba ad. Nincs már szabályozó rendszer, nincs már értelmi képességed, nem tudod már értelmezni, hogy mi történik, csak a nonverbális jeleket veszed. Hogy itt egy ember, aki fölén magasodva veszélyt jelképez, ős vagy fuss. Ez a nonverbális kommunikációnak a lényege. Na most, hogy mit lehet tenni? Tehát ez az a vakvágány, amiről lépjünk le. Úgyhogy most szeretnék mutatni egy olyan nagyon általános dolgot, amivel le lehet nyugtatni a demást. Tehát, megint ide jövök, és föléd magasodom. Igen. Föléd magasodom, és ebből a pozícióból, tehát így most rád, tehát ez egy veszélyjelző pozíció, de én most ebből visszalépek. És azt csinálom, hogy nyújtom a kezemet, megfogom a te kezedet. Igen. Na most ez a kézfogás, ez, hogyha így hosszan tartjuk, akkor milyen? Hát olyan... Menjünk már innen. Idegesít, igen. Ugye? Köszönöm. Ugye? Ja. Most már elég volt ebből. Tehát, figyelj, mit csinálok? Összekulcsolom, igen, az ujjaimat, tehát a hüvelykújunk így össze van kulcsolva, és csinálunk egy ilyen gombócot. És a beteg ezt követi? Követi. Tehát ez eddig eljutott. Ha nem követi, akkor egy kicsit irányítom a kezét, de ezt a pozíciót akarom kihozni. Felfordítom a tiédet fölülre, és még rá is rakom, meg még le is megyek a szintedre, hogy ne föléd magasodjak, és azt mondom, hogy na, hello, papa. Ebből a pozícióból nem lehet ordítozni senkivel. És ez a kézfogás milyen így? Hát olyan
hát jobb, mint amikor itt álltál. Ugye? Uh-huh. Sokkal jobb. Ez egy tartható pozíció. És akkor így el tudod vinni? Igen. Tehát, hogyha azt mondom, hogy na hello papa, nem akarok információt közölni veled, de nem, hanem azt mondom, hogy na figyelj, gyere, menjünk, gyere. Állj fel, papa, gyere, menjünk, és elviszlek. Értem. Ezzel van esélyem arra, hogy eljössz majd velem a fürdőszobáig, ahol további furfangokat fogok alkalmazni, hogy vegyük már le az ingedet, meg essünk már túl a zuhanyzáson, mindig csak egyet mondok, mert így tudom én kontrollálni a helyzetet, anélkül, hogy te engem agresszívnek gondolnál. Hú, de hát ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz. És akkor ezt naponta? Hát be kell gyakorolni. Tehát ugyanez, mondjuk aztán a gyógyszerbevevés. Mamának be akarom adni a gyógyszert, nem akarja bevenni, vagy ha beveszi, és akkor utána már ki is köpte. Mama, de hát be kell venni a gyógyszert, nem akarom elhinni, hogy vakvágány. Na és ott például? Gyógyszerbevevés. Azt nem utatod meg rajta. Nem, ugyanez a lényege. Lenyugtatom. Még azt elmondom különben, hogy ez azért jó ez a készfogás, mert itt a kézen belül, különösen itt a hüvelykujj előtt, olyan idegvégződések vannak, amit hogyha így ilyen stimulálunk, akkor az megnyugtatja a beteget. Uh-huh. Tehát az is igen. Hogy ott... Igen. Igen. A gyógyszer? Na most gyógyszer. A gyógyszernél ott a legjobban az működik, hogyha amennyiben ezt meg szabad csinálni, és össze szabad törni a gyógyszert, ezt meg kell kérdezni orvostól, akkor összetörjük, és lekvárba tesszük bele, mert a lekvárnak olyan az állaga, hogy az úgy pont leviszi, és nem veszi benne észre. Ez az egész nekem olyan, mint amikor gyerek valaki, és próbáljuk, hát, vagy... Igen, a gyerek-demens párhuzam azért egyrészt indokolt, másrészt nem. Azért indokolt, mert ugye a nonverbális kommunikáció miatt, amit mondtunk, a gyerek is nagyon sokáig a nonverbális kommunikációt érti csak, és a szülő ösztönösen nonverbálisan kommunikál vele. És ilyen értelemben a demensnél is ez hasonló. De hát azért hadd hozzak egy hasonlatot, szóval a lufi hasonlat, hogy a gyereknek az agya, hogyha azt mondom, hogy van a lufi, amit még nem fújtam fel, akkor az egy ilyen sima felületű dolog, az a gyereknek az agya. Uh-huh. Na most, hogyha felfújom a lufit, és utána visszaengedem, az már nem lesz olyan sima felületű, tehát az meg a demensnek az agya, azért az egy károsodott agy. Az azért mégse ugyanaz. Szerintem az átfedési pont az, hogy a nonverbális kommunikáció, meg az, hogy nem akarok vele információt közölni, mert nem fogja megérteni, nem fogja ezeket az összefüggéseket megérteni. Tehát gondolj bele, egy demens az leélte már az életét. És hogy még egyet mondjak, itt tehát az már nem az élet része, hogy egy leépült emberrel nekünk foglalkozni kelljen. A gyerek az arra teremtett minket, olyan egészségi állapotban vagyunk, olyan mentális állapotban vagyunk, azt akarjuk csinálni, abban öröm van, előre megy, imádjuk a gyereket. Egy demenssel ezek nem így működnek. Jaj, arra vonatkozóan jött kérdés, hogy leszed a demens egy kötést, leszedi, letépi magáról, vagy vakarja, nagyon sokan igen. Vakaroznak, hogy ez igen, ezek... erre van kesztyűn kívül gyógymód, mert gyereknél hát, azt szoktunk, hogy... Igazából szerintem nincs. Ugyanis itt arról van szó, például, hogyha leszedi a kötést magáról. Az a baj, hogy ugye nincs neki emlékezete, és akkor mindig leszedi magáról, mert elfelejtette, hogy leszedte, meg stb. Tehát hiába akarsz, itt megint csak meg kéne vele értetni, hogy papa, ne szedd le a kötést, de gondolj bele, hogy hova beszélsz, ide, a homloklevenyéhez beszélsz, ami nincs. Nem tudja, hogy miért van a nem kötés, tudja, mire miért. Jó. És megint csak azt fogja érezni, hogy egyre ingerültebben beszélsz vele, de nem tudja, hogy mit. Őt meg közben idegesíti a kötés, és leszedi. Mert az agya ennyit tud, ennyi maradt neki. Tehát volt egy olyan kérdés még az előző műsornál, hogy azt írta a hölgy, hogy az édesanyja az tómazsákját tépkedi le állandóan. Igen, igen. Most itt megint mi a csodát tudunk tenni. De csak valami olyan módon lehet megközelíteni, hogy például a tómazsák, ugye az itt kell lenni a hasi részen, tehát mondjuk egy olyan fehér neműt próbálok ki, ami leszorítja, és hát ha nem érzi.
De egyébként sajnos el kell fogadni azt, hogy vannak olyan tünetek, van egy olyan fázis, amikor már nem tudok vele semmit csinálni, akkor megérett a helyzet már az intézeti ellátásra. Ott mit csinálnak? Vagy arra tudsz nyilatkozni? Hát, vagy... hát az intézetben ugye ott van személyzet, és akkor a személyzetnek a feladata ezeket a gyakorlati dolgokat ellátni. Az intézetben már nem, azért ne jelentsük ki, hogy ott mondjuk lenyugtatozzák a beteget, és akkor... Én bevallom, őszintén nem tudom, én nekem nekem röviden dolgoztam angol idős otthonban, és azért ez egy másik műfaj, de az biztos, hogy ott azért van a személyzet, hogy mondjuk Mrs. akárkire 2 óránként rá kell nézni, és ki kell cserélni a sztómazsákját, csak mondtam valamit. Uh-huh. Ugye ott van egy munkarend, egy személyzet, egy éjszakai műszak, tehát az egy teljesen más dolog, amikor több ember között megoszlanak a feladatok, mint az otthon ápoló, aki 24 órában nyomja éveken keresztül. Van olyan ilyen betegnél, hogy tiszta pillanat? Tehát vissza-vissza tér? Igen, az az érdekes, hogy még a kezdeti stádiumban mindenképpen, és még a középstádiumban is vannak ilyen nagyon érdekes szituációk, de ezt mondok is egyet, ami sajátom. Jó, ezt kérni is akartam. Igen, tehát a legutóbbi nénimről beszélek, aki valaha orvos volt. És az volt az érdekes, hogy teljesen már középstádium vége felé tartottunk, és valahogy mégis ez az orvosi gondolkodás, ez egy kicsit be tudott nála kapcsolni. A következő módon utált minden gyógyszert beszedni. Hát az összes furfangot be kellett vetnem, hogy beszedje. Fogalma se volt az időről, semmi, tehát ezek már mi nagyon tipikus Alzheimer volt. És a következő történik. Fölírtak neki antibiotikumot, ez egy 5 napos kúra, és ugye állandóan lehazudtam az égről is a csillagokat, hogy ez az utolsó, mindig mondta, hogy ez az utolsó, ugye nincs emlékezete, tehát úgyse tudja. Ez is egy... Igen. Igen, és mondom, hogy ez az utolsó, de tényleg ezt még létszi, jeld le, és akkor oké, okay, mondta ő. Minden nap háromszor jött be, igen. Mert ugye antibiotikum. És akkor ez így ment mondjuk 2 napig, és azt mondja nekem a 3. napon, hogy tudom, hogy hazudsz. Egy antibiotikum kúra 5 napos. És én néztem, hogy tessék. Hát azt, ha azt mondom, hogy hétfőn 2 óra, nem mond semmit. De tudod, mi az, hogy antibiotikum kúra 5 napos, és tudod, hogy a 3. napon tartunk? Tessék. Mert van ilyen. Tehát az a fajta stimuláció, amit ő egész életében csinált, az arra a pillanatra valahogy bevillant. És egész zavarba jöttem, most erre tényleg mit mondjak. Hát a Mennyhárt Miklós doktor úr mesélt olyat, hogy volt egy könyvelő beteg, aki se írni, se olvasni, tulajdonképpen, tehát nulla kommunikáció, de a számokat. Igen. Azt tudta. Igen. Tehát, hogy egész életében számokkal dolgozott, és hogy ő ezt... Igen. Tehát ilyen van. Vannak tisztább pillanatok. Az is előfordul például, hogy mondjuk otthon vagyunk a beteggel, és egyébként ilyen már tényleg már semmi nem sikerült, és már minden bajom van, de jön egy látogató, és attól az ismerős arctól, meg hogy stimulálva érzi magát, meg hogy ráfigyelnek olyan, én egész jót beszélget a vendéggel. Közben velem meg olyan volt, hogy jaj. Tehát igen, van ilyen, hogy valami fajta stimuláció hatására úgy egész jók tudnak lenni, sokkal többet mutat, mint ami valójában van. Úgyhogy igen, tud ilyen megtévesztő helyzet előállni. Azt tudom, hogy semmi olyan agytorna nincs, ami ezt a betegséget elkerülteti velünk. Tehát a keresztrejtvény, a verstanulás, tehát hogy ez nincs hatással sajnos a demenciára, az Alzheimerre. Nem biztos, hogy erre te tudsz válaszolni, vagy tudsz válaszolni, de a tánc és a zene. A tánc és a zene állati érdekes dolgok. Azok olyan agyterületen őrződnek meg, ami tovább megmarad, mint a beszéd. Tehát megint csak nagyon gyakran előáll az, hogy az ember így néz, hogy ez most komolyan, hogy... A zene az képes arra, nyilván nem mindenkinél, az annak fogékonyaknál, hogy
aki nem tud beszélni, de énekelni tud, mert viszi a ritmus meg a dallam magával. Tehát a ritmus meg a zene, az megőrződik, az egy másik agyterületen őrződik meg, viszont a beszéd az előbb-utóbb le fog épülni. És ezért előállhat az a helyzet, hogy beszélni már nem tud, de énekelni meg igen. Járni már nem tud, csak járókerettel totyogni, de tud ritmusra mozogni. És a külvilág meg így nem hiszi el, hogy micsoda. Mert az agy, ez az agynak a játéka. Van, amit megőriz, és van, amit nem őriz meg. Ezt belül hogy élheti meg egy ilyen beteg? Mert szerintem egy, aki most minket néz, tehát egy ápoló, mármint aki ápolja a hozzátartozott, most mindegy, hogy tényleg rokon vagy munka miatt, őt szerintem az érdekli, hogy ez egy, a betegnek ez milyen lehet, vagy mit tudhat, vagy te hogy látod, hogy ő jár az agya valamin, vagy gondol valamire, vagy csak az érzelmek, vagy ezt hogyan? Tudunk erről bármit? Igen, tudunk. Hát a kezdeti stádium szerintem az azért nehéz, mert akkor még működik, azért itt még működik a homloklebeny, és be tudja azonosítani, tehát tudja azt, hogy vele valami baj van. Azért ez egy nagyon rossz érzés, amikor az ember magára haragszik. Hát hogy tudunk haragudni magunkra, amikor már tizedszer hagyom otthon a telefont a héten, és megőrülök saját, nem akarom elhinni, és akkor haragszunk magunkra. Ez egy rossz érzés. Mert hogy elveszítjük azt a biztonságot, hogy hát nem bízhatok magamban. Hát akkor kiben bízzak? Tehát nyilván az eleje az azért nehéz, amikor ő be tudja azonosítani azt, hogy velem valami baj van. Félelmetes, hát kívülről jön valami, amire semmilyen ráhatásom nincs. Na most később azért nem biztos, hogy olyan nagyon rossz. Tehát nekik. Amikor nekik. Igen, a környezetnek egyre nehezebb, de nem biztos, hogy a betegnek egyre nehezebb, hiszen hogyha vele jól bánnak, nem magasodnak fölé ordítva, megnyugtatják, az ő kis igényei ki vannak elégítve, akkor nem biztos, hogy ő boldogtalan vagy depressziós. Egyénfüggő ez is, de nem törvényszerű. Én nagyon sokszor sok ilyen beteggel találkoztam, meg ugye érintett is vagyok benne, és a tekintetükben látok valami olyat egyébként, amit színész még nem tudott eljátszani, igen. Hogy van egy ilyen, mintha mondani akarna nagyon valamit, igen. És egyben látok borzasztó ürességet még a tekintetben, és félelmet. Tehát valahogy ez a három, mintha egy kicsit ilyen, most hülyén hangzik, de ez a ments meg innen, ez borzasztó, és ráadásul néznek. Tehát ugye ez a igen. Folyamatos bámulás, vagy nem tudom, nyilván már egy igen. Szint fölött. De most gondolj bele a készfogásra. Hát ha én így kapcsolódom hozzád, és még rá is teszem, akkor az azt jelenti, hogy itt vagyok veled. Igen, ott kell lenni vele. És ez nagyon nehéz sokszor. És akit mondasz, hogy ő nem depressziós, vagy boldogabb, ott is van ez a tekintet? Vagy ez akkor van, hogyha gondolom, valamit nem jól csinálunk? Nem hiszem, hanem szerintem ez magából a betegségből adódik. Az a tekintet, amiről te beszélsz, és amiről úgy vélem, hogy tudom, hogy mi az, az a középstádiumnak a vége felé szokott megjelenni, amikor már tényleg úgy eltűnik a világ, eltűnnek a kapaszkodók, és már csak ott abban a magányos világban próbál valamit, vagy nem próbál meg semmit. És akkor azt jelzi az a tekintet, hogy az egész világ teljesen ismeretlen. Az a baj, a filmhez felvettem egy ilyen nénit, csak aztán a rokonok nem járultak hozzá, hosszas könyörgés után sem, hogy az bekerüljön a filmbe. Valahol. De az mindent. Igen. Tehát most, ha be tudnám mutatni, akkor megérteném mindenki, hogy mire gondolok, ha még nem látott ilyet. Tehát... Hogy mondjak egy nem demenciával kapcsolatos dolgot, hogy a tekintet, hogy amikor a magyar nyelv, imádom, amikor azt kéred valakitől, hogy elnézést, belegondoltál valahogy, mit kérsz tőle? Nézzél el, mert nem bírom a tekintetedet elviselni. Kérlek, nézzél el. Ennyi a válasz, igen. Judit írt nekünk még rengeteg kérdéset e-mailen is, még adás előtt is. Azt mondja, hogy zavart időszakban a hisztériákkal, dühkitörésekkel, arrogáns, agresszív indulatokkal, csapkodás, kiabálás, mindent tagadásra mit lehet csinálni, hát erről már igen. Nagyjából beszéltünk. Igen. Hogy reagáljon az ember,
Igen. Hiszen nekünk sincs kötélből az idegrendszerünk. Most hogy... itt megint azt induljunk ki abból, hogy akármilyen logikátlan a viselkedése számunkra, annak van valami oka, hogy ő úgy viselkedik. Most itt jön az FBI ügynökség, derítsük fel, hogy mi az oka. Általánosságban, hagyd mondjak el annyit, hogy a dükkiterésekhez hagyd vezessek be egy fogalmat. Ezt bevallom őszintén, hogy nem tudom mi magyarul. Ezt angolul az, hogy trigger. Következő a trigger. A pisztolynak a ravaszát jelenti, ez az alapjelentése. Most, hogyha bele tök szemléletes különben, hogyha itt a pisztoly a kezembe és meghúzom a ravaszt, akkor mi történik? Kilő a golyó elképesztő erővel. Tehát meghúztam a ravaszt, és kilőtt a demens viselkedés elképesztő erővel. Tehát nem kéne meghúzni azt a ravaszt. De mi a ravasz? Tehát ki kell deríteni, hogy mitől lesz olyan? Mi a trigger? Mi váltotta ki a viselkedését? Mi ennek a, úgy hívják, hogy katasztrófa reakció ez a neve. Mi a katasztrófa reakciónak a triggerje, a kiváltó viselkedése? Lehet, hogy az, hogy fölé magasodom, és azt mondom, hogy papa, de aztán? Lehet, hogy az. Vagy hangosabban beszélek. Vagy hangosabban beszélek. Vagy ordít a háttérben a tévé, és az alapzaj, az demenst idegesíti. Nagyon jó esély van, és nem akarok a gondozókra több felelősséget rátenni, dehogy is, mint ami van. De nagyon gyakran a demens viselkedésnek az a kiváltó oka, hogy a külvilágból jövő inger a gondozó viselkedése negatív. Nem akarok mindig gyerekpárhuzamot vonni, de ez egyébként ez tökéletesen igaz. Pontosan. Tehát azok a gyerekek, akik zizik, azt meg lehet nézni, hogy otthon ez a szól a telefon, a tablet, a tévé, az non-stop megy. És? Az iskolákról nem is beszélve meg az óvodáról, hogy zsong minden, de... És mi van még a gyerekekben? A hangulatérzékelés. Tehát ha otthon az rossz nagyon. A hangulat, lehet, hogy a szülők azt gondolják, hogy elmentünk a fürdőszobába veszekedni, és a gyerek nem hallotta, ugye? De kijöttek, és mind a kettő még mindig felrobban. Tehát puskaporos a levegő. És a gyerek, egy 8 hónapos csecsemő, ordítani fog torka szakadtából. Tehát lereagálja a nonverbális jeleket. Ugyanilyen a demens is. Lereagálja a külvilágból jövő nonverbális jeleket. Tehát kulcs, és itt ez a legnehezebb, mert eleve idegesek a gondozók, 1 millió problémájuk van, stb. De ha valahogy a gondozó nyugodtan tud a demenshez közelíteni, akkor szinte nyert, ugye van egy darabig, ami persze a betegségre valamilyen ráhatásunk lehet. De ez lenne a kulcs, és miután pont ezt a legnehezebb megvalósítani, mert fából vaskarika, hiszen azért vagyok ideges, mert demenssel kell lennem, de mégis, ha például ezt az egyszerű technikát, ezt a kézfogásost megcsinálod, és egyszer rájössz, hogy útjelenre lehet vele mamát nyugtatni, akkor az eredménynek számít. Megint Judit, csak egy másik. Igen. Írt nekünk, azt mondja, hogy 97 éves édesanyám, 4. éve ápolom. Egyre többet kába. Ha ebből kimozdítom, akár megrázással, akár hangos beszéddel, akkor agresszív támad. Igen, hát ez igaz, mert lereagálja a nonverbális jeleket. Nem tudja, ki vagyok, nem tudja, hol van, mindezt tudomásul vettem. Viszont egy idő óta változás van, időnként egész nap éver, beszélget, se füle, se farka, éjjel viszont nem alszik, és a vérnyomása is lenyomhatatlanul magas, sőt, el is indul, pedig nem emlékszik, hogy csak pár lépést tud elvileg fizikálisan tenni, de ő akkor próbál elindulni. Igen. Egyszer meséltél valamit, hogy a te nénid, ahogy nevezed, nem tudom, hogy ez ugyanaz a néni, aki most így utoljára volt, de hogy teljesen csöndben volt, tehát nem tudtatok beszélgetni, stb., és akkor egyszer csak nekiállt, hogy valami ilyesmire emlékszem. Igen, és a mélypont az a 48 órás beszélt volt, az azért megviselt engem, és 48 órán beszélt, keresztül és beszélt egyfolytában. Hát nem. Többnyire? Nem ültem. Hát rájöttem, hogy ezzel nem tudok mit csinálni, mert ő egy másik világban van, ő egy teljesen másik dimenzióban volt akkor. Értelmes volt, amit mondott? Nem volt. Hát számomra nem, de az ő világában minden bizonnyal. Hát ő valakihez beszélt. Aztán vittem neki kaját, akkor azt ketten ették meg. Akkor oda ment a székhez, és a székhez magyarázott. Tehát az a valaki a széken ült, valószínűleg ezeket raktam össze, de nyilván egy idő után én is hát ilyen
túlélő üzemmódba kapcsoltam, és már csak ne kelljen hallgatnom. De hát mit tudtam volna vele csinálni, hiszen ő békésen el volt abban a másik dimenzióban. De 48 órán keresztül nyomta, alvás nélkül. Tehát az agy az erre képes. És ez az éjszakai, azt azért mindig tapasztaltam is, meg tudom is, hogy éjszaka... Igen, ez azért nagyon nehéz, mert amennyire tudom, az orvosi gyakorlat elég ellene van az altatóknak, meg a nyugtatóknak, mert csak rosszabb lesz tőle az Alzheimer, meg a demencia. Igen. Hát nem nagyon lehet vele mit csinálni. Az az igazság, hogy mire ilyen stádiumba ér a betegség, addigra már intézetben van a helye, és majd az éjszakai műszak megoldja. Na most, mert azon kívül, hogy azt mondjuk neki, hogy nappal ne hagyjuk aludni, sokszor meg van cserélve a nappal meg az éjszaka, és akkor, hogyha azt mondják, hogy nappal fárasszuk ki, és akkor majd éjszaka alszik, ez se biztos, hogy bejön. Tehát ez már az, amit egy ember nem bír. Hát ki bír 24 órán keresztül fönt lenni, az nem lehet. Tehát erre az időszakra intézetben van a helye. És hogy van egy dolog, ami motoszkál a fejemben, hogy ez az egész intézeti elhelyezés. Hogy mondjak egy radikálisat? Amikor van egy családtagom, és úgy gondolom, hogy itt valami nem oké. Hogy mondjak egy olyan dolgot, ami biztos demencia? Amikor elmész meglátogatni a családtagot, vagy együtt élsz vele, és a tárgyak elkezdenek nagyon furcsa helyre transportálódni. Kihúzod az evőeszközös fiókot, és megtalálsz benne egy koszos zoknit. Gondolod. Aztán kinyitod a... ez az eleje? Hát igen, ez a kezdeti stádiumnak a vége felé, amikor már úgy eléggé nyilvánvaló, hogy valami nem oké. De ugyanígy ennek az inverze, hogy a szennyes fiókból, a szennyes kosárból mondjuk a mosogatásra váró villa. Tehát amikor a tárgyak furcsa helyre kerülnek, ahonnan aztán így nézel, hogy került oda, na az a biztos jele a demenciának. Én ennyi mindennel a hátam mögött azt mondanám, hogy most kezdek el otthont nézni. Még a mama virgonc, még tud élni, még csak egy kicsit nehezebb eset lehet meg, de tudom, hogy demenciáról van szó, és tudom, hogy csak egy irányba mehet a betegség. Elkezdek tájékozódni otthonügyben, elintézem a pénzügyeit, a jogi ügyeit, kezembe veszem a dolgokat, elrakom a vasalót, de nagyon gyorsan, megbeszélem a házi orvossal, hogy ne hosszabbítsa meg a jogosítványt, romoljon el ez az autó, tehát megelőzöm azokat a helyzeteket, amiket a demencia törvényszerűen hozni fog, és tájékozódom az otthonról. Hát ez volt a legfontosabb mondat, én azt hiszem a mai nap, mert ezt kell megérteni, a folyamatot. Igen. És az ezzel járó, amire most nem gondolunk, mert hát még itt van, még humorizál, még pontosan, beszélget. Pontosan, még az anyukám, csak egy kicsit már nehezebb eset lett. Igen, de látnunk kell előre. Látnunk kell előre. Nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz. Ez azért nagyon nehéz, mert minél jobban kötődünk valakihez érzelmileg, annál jobban hárítjuk azt, hogy ez meg fog történni. Teljesen érthető. Teljesen érthető. Ez egy emberi viselkedés. Szeretem az édesanyámat, ezért nem akarom azt tudni róla, hogy majd egy ilyen másik kellemetlen valaki lesz belőle. De itt megint, amivel kezdtem, a tudás, az információszerzés, az az egyetlen, ami segíthet rajtad. És az csak te gondozó tudod. Internetről, az István műsoraiból, a könyvekből. Tőlem, igen. Tehát az a lényeg, hogy szerezd be ezeket az információkat, és szabadulj meg a hárítás érzésétől. Tehát nagyon keményen néz szembe azzal, hogy ez csak egy irányba mehet lefelé. Ha már a tudás. Az elmúlt adás végén mondtam, hogy te írtál egy könyvet, csak ezt angolul tetted meg. Aztán lefordítottam. Tehát meg van magyarul? Meg van magyarul, egyelőre a gépemen ül. Mert én ezt megígértem neked annó, hogy ebbe valahogy segítek, hogy eljusson az emberekhez. Erről tudunk? Tehát mindaz a tudás, amit tudni kell, az benne van igazából? Vagy? Én ezt a könyvet, ez egy füzet tulajdonképpen, az a címe, hogy hogyan kommunikáljunk demenssel.
Tehát ez arra az egy szegmensre korlátozódik, hogy a kommunikációt azt hogyan lehet valahogyan ezzel az illetővel megoldani. Nagyjából annak a kifejtése, amit elmondtam, hogy nonverbális kommunikáció. Tehát, hogy csak te tudsz hozzá közelíteni, csak te tudsz belépni az ő világába, hogy érts egyet vele, hogy nem vitázunk demenssel. Hát demenssel még nem született meg az az ember, akinek demenssel szembe igaza lett. Ilyen ember nincs. Éppen ezért nem vitázunk vele, hogy elengedjük az elvárásainkat. Tehát erről szól ez a füzet, kézi könyv vagy kézi füzet, ami jelen pillanatban kis a gépemen ül, kisokos, igen, a gépemen ül, és amennyiben erre igény van, és technikailag is megvalósítható, én nagyon szívesen ezt a közrendelkezésére bocsátom. Hát ez jó lenne, én nem sok olyan információs bármiről tudok, ami összefoglalva gyakorlati dolgokat mutat nekünk, mert ugye nagy általánosságban vannak, mert legyünk türelmesek, stb., de amikor akár példákon át, vagy hát az, amit te megéltél gyakorlatilag. Meg amit most elmondtam, rövidítve. Tulajdonképpen erről szól ez a könyv vagy füzet. Majd meglátjuk, hogy hány kérdés érkezik a könyvvel kapcsolatban, vagy mekkora az igény, mert akkor nyilván ebben is tudunk haladni. Az előbb eszemben volt valami, és látod, elfelejtettem. Most annyira rátértünk erre a könyv. Mert hogy millió mondani valója van mindkettőnknek a témában. Szerintem mi végtelen mennyiséget tudunk erről beszélni. Azt már elmondtad, hogy mi az, amit ajánlasz annak, aki az elején van. Igen. Ennek, hogy mi a feladata. Mi van azzal így végszóként, így a műsor vége fele, aki úgy nagyon benne van a közepében, hogy... Igen, hát a közép stádiumnak az ápolás az a legkeményebb. Az a legkeményebb. Mert általában a végstádium, tehát amikor már tényleg ilyen növényi létezés van, az általában addigra azért már bekerülnek otthonba. Most a közép stádium ápolása, az komolyan mondom, hogy az élet legnehezebb szituációi versenyében dobogós. A közép stádiumos demens családtag ápolása, biztos. Mindenképpen azt tanácsolom, hogy először is azonosítsa be a gondozó. Tehát hozzád beszélek, aki ebben a helyzetben vagy. Azonosítsd be, hogy körülbelül hol jártok a betegségben. Hogy mik a tünetek, és hogy nagyjából még mire számíthatsz. Tehát ha tudod, hogy mi a kiindulási pontod, akkor nagyjából tudod azt, hogy mire számíthatsz, és hogy körülbelül ez mennyi ideig tart. És hát azt gondolom, hogy a középstádiumos demens ápolása az semmiképpen nem lehet egy emberes feladat. Az több emberes feladat. Tehát állj a sarkadra a többi családtag frontján, hogy igenis, hogy a többi családtag is szálljon be minimálisan néhány órára. Mert egy embert tönkretesz. Statisztikai adatok. Erre voltak kutatások Amerikában, hogy a demens családtagot ápoló is sokkal nagyobb eséllyel lesz demens, mint aki nem ezt teszi. Igen. Igen, erre vannak kutatások. Azt, hogy tönkre megy, az egy dolog, de demens is? Tehát igen, ez... igen, ugyanis a demenciának azért ugyan senki nem tudja, hogy miért, meg hogyan, a stressz, igen, a traumák, azok bizony belejátszanak. Na most egy ápoló az krónikus stresszben él 24 órán keresztül. Én abban reménykedem, hogy a mai egy órában ezzel legalább ezzel a kézfogás technikával tudtam annyit adni, hogy a saját stresszedet is csökkented, mert ez a kézfogás ez nyugtató mind a kettőnek az irányába. Ilyen kézfogással senkit nem lehet. Tehát ez egy nyugtató dolog, és például ezzel egy picit csökkentes a saját stresszeden. Tehát igazából a gondozót kéne gondozni, majd, hogy nem jobban, mint a demenst. Hát nem is majd, hogy nem. De minimum annyira. Minimum annyira. A Szegeden mondtak nekem nagyon érdekes dolgokat, és hogyha ez a műsor még folytatódik, mert van rá igény, akkor én Szegedre is el akarok menni, mert mint ahogy ez, hogy a stressz okoz, van egy csomó dolog, amire rájöttek, hogy mi okoz még demenciát, nagyon érdekes. Ez itt lejárt az időn. Lejárt az időn? De egy óra eltett, képzeld el.
elrepült. Hát én nagyon szépen köszönöm. És nagyon örülök, hogy összehoztuk, mert mi mindig csak az éterben szoktunk. Igen, de már kétszer összehoztuk, és én azt remélem, hogy mind a kettő adott valami pluszt, valami gyakorlatban használható ismeretet a gondozóknak, akikkel én maximálisan együtt érzek. Köszönöm. Én köszönöm. Nem tudok. Én is köszönöm, hogy itt voltak, és találkozunk valamikor jövő héten, ha minden igaz, Menyhárt Miklós doktor úr és Tatai Tamás lesz majd a vendégem, de velük még nincs leegyeztetve, hogy mikor, de majd úgyis közzéteszem. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, viszontlátásra. Viszontlátásra.